Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Január 30-a Gerda és Martina névnapja van. 68 éve meggyilkolták Mahatma Gandhi indiai békeharcost. 198 évvel ezelőtt született Görgei Artúr honvéd tábornok, aki világosnál feltétel nélkül letette a fegyvert. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. Még az első fél évben megkapják a pénzt a külhoni fiatal magyar vállalkozók program nyertesei. Ideiglenesen Dusan Vujovic pénzügyminisztert nevezik ki védelmi miniszternek. Február elején véglegesen meneszthetik Gašićot. 500 ezer eurót ajándékoz Szerbia a szíriai gyerekeknek. Sztrájkolnak a görög tengerészek, migránsok ezrei rekedtek emiatt a szigeteken. Még az első fél évben megkapják a pénzt a külhoni magyar fiatal vállalkozók program nyertesei, mondta Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikai államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. A program keretében 525 millió forint a visszanemtérítendő támogatás összege, ebből 3-tól 6 millió forintra pályázhatnak 40 évesnél fiatalabb külhoni magyar vállalkozók. A pályázat feltételrendszere még kidolgozás alatt áll, várhatóan február végén, március elején jelenik meg. Az elbírálás a tervek szerint áprilisban lesz. Potápi Árpád János aláhúzta, a programmal szeretnék elérni, hogy minél több magyar vállalkozó és vállalkozás legyen a Kárpát-medencében, és a szülőföldjén boldoguljon a magyarság. A szülőföldön csak úgy tud boldogulni, hogyha van munkája, hogyha gazdaságilag megerősítjük őket. Ezért van szükség, mondjuk, vagy volt szükség a szakképzés évére az előző évben, ez folytatódik tovább, az idei évben is visszük tovább ezt a programot, és ezért van szükség arra, hogy egyre inkább azokat próbáljuk megszólítani, akik a gazdasággal kapcsolatos tevékenységet végeznek. A külföldi piacokon való megjelenésben és a partnerek felkutatásában rejlő lehetőségek voltak a központi témája a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT adán megtartott bemutatkozójának. Az érdeklődők a kereskedőház tevékenységével is megismerkedhettek. Zsúfoltságig megtelt az Adai Községháza díszterme a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT bemutatkozó estjén, ahol az érdeklődők sok hasznos információval gazdagodhattak. Én nagyon értékelem ezt, tehát, hogy segítenek a termelőknek a kiszállításba, még összekötik a partnerokat. Én ezt tehát nagyra értékelem, na most az aztán a termelőktől függ, meg a partnertől, hogy össze tudják-e hozni a dolgokat. A legtöbb kérdés a termékek és a szolgáltatások külföldön történő értékelésével kapcsolatban érkezett a kereskedőház illetékeseihez. Nagyon nehézségbe ütköznek az ilyen certifikátoknak a beszerzése, tehát egy pénzekbe kerülnek. Itt nagyon sok ember ezt nem tudja, hogy ez mivel jár. Tehát még mink is ezen dolgozunk, tehát itten külföldre nagyon nehéz másképp dolgozni. A rendezvény szervezői a külföldi piacokon való megjelenésben rejlő lehetőségekre szerették volna felhívni az egybegyűltek figyelmét. Az egész bemutatónak az volt a lényege, hogy az embereknek a figyelmét fölkeltsük, az embereknek a figyelmét rátereljük arra a lehetőségre, hogy van itt egy kereskedőháza, ami hajlandó a termékeinket, a terméseinket fölvállalni, hogy eladja, hogy partnert keres rá, és hogy az embereknek már látszik a kiút, látszik az, hogy van az alagút végén egy fény. A külföldi piacokon való megjelenés nem csak a termelők és a vállalkozók, hanem a község gazdaságának fellendülése szempontjából is hosszú távú eredménnyel kecsegtethet. 20-30-40 évvel ezelőtt Adán a kisipar nagyon erős volt, a nagy Jugoszlávia szintjén is szinte az elsők közt volt. Hát nagyon szeretnénk, ha megint olyan helyre kerülne vissza az adai gazdaság, mint akkor. A Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT a tavalyi év végén nyitotta meg a szabadkai, újvidéki és belgrádi irodáit, azzal a célral, hogy feltérképezze a szabadkai piacot és azokat a sikeres vállalkozásokat, amelyek be tudják fogadni a Magyarországról érkező termékeket és szolgáltatásokat. Emellett igyekeznek piacot találni az itteni termelők és vállalkozások számára is.
A tervek szerint 2018-ig befejeződhet a Békova és a kelebiei határátkelő közötti Y-elágazás kiépítése, mondta el Kern Imre a Pannon Televízió közügyek című műsorának felvételén. Az Építésügyi Közlekedési és Infrastruktúra Fejlesztési Minisztérium államtitkára úgy véli, a tárcának sikerül majd előteremteni a beruházás befejezéséhez szükséges forrásokat. Az elmúlt 26 évben az Y-elágazáson zajló munkálatok többször leálltak, majd újra kezdődtek. Idén áprilisban folytatódhatnak a munkálatok, mondta Kern Imre. Az Építésügyi Közlekedési és Infrastruktúrális Minisztérium VMS-es államtitkára kifejtette, az idei évben a köztársasági költségvetésből 197 millió dinárt különítettek el erre a célra. Hangsúlyozta, a rendelkezésre álló forrásokból mintegy 30 milliót a terv dokumentáció kidolgozására fordítanak, a forrás maradékát pedig az elágazás munkálatainak kivitelezésére költenék. A 167 millió dinárból pedig kb. 2 kilométert tudunk befejezni a 26-7 kilométerből. Ezt a 2 kilométert úgy gondoltuk, hogy legcélszerűbb arra fordítani, hogy az autópályától a Békovai útig mindenféleképpen befejezzük, mert hogyha ez befejezésre kerül, akkor Szabadka déli része még egy csatlakozást kap az autópályára, tehát ez főleg a Sándor ipari övezet, illetve a Sándor és a Szabadka déli részén lakó polgárok számára lesz érdekes ez a leágazás, hiszen sokkal rövidebb és gyorsabban megközelíthető, mint Palicson, vagy pedig a Zentai úton keresztül. Az államtitkár a szerb-magyar határátkelőkről is beszélt. A tavalyi évben megnyílt a Horgos-Röszke 2-es számú kis határátkelő. Ez az átlépő már a személyforgalom előtt is nyitva áll. Akik ezen az útvonalon szeretnének eljutni az Európai Unióba, azok ezt 7 és 19 óra között tehetik meg. Kern Imre elmondta, hogy az elkövetkező időszakban több kisebb átjáró kiépítését is tervezik. Az egyik Zombor község területén a Hadikháza és Bács-Szentgyörgy között, illetve Rasztina a szerb neve ennek a falunak. A bekötő utak építése IPA programból lesz majd valószínűleg fedezve. Ez valószínűleg 17 közepén, illetve 17 végén nyílhat meg. A másik ilyen határátjáró pedig a Kübekháza Rábé. Ez Bánátban van. Ennek a megnyitását úgy gondoljuk, hogy az IPA pályázati ciklus vége felé, tehát 2019-2020-ba tudnánk elérni. Az államtitkár reményei szerint az Y-elágazás teljes, 28 kilométeres szakaszának kiépítésére 2018-ban kerülhet sor. A legutóbbi kalkulációk értelmében a munkálatok befejezésére még legalább 15-16 millió euróra lenne szükség. Megoldódott a távfűtés a Topolya központjában található tömbházakban. A szolgáltató egyébként honlapján nyilvánosan elnézést kér az önkormányzat képviselőitől, amiért korábban egy közleményükben arra hivatkoztak, hogy nem kaptak tőlük segítséget. Legújabb közleményükben azt írják, hogy éppen az önkormányzat közbenjárásával sikerült az árutartalékoktól a fűtőanyagot beszerezni. Egy hete nem működött ismét a távfűtés Topolyán, a központban található tömbházakban. Közel 400 lakást érintett a probléma. A távhőszolgáltatás az ősszel is jóval a fűtés idény kezdete után rendeződött, amikor november közepén a Batocsinai TMG toplota vállalta el a kazánok működtetését. A Szabadkai Városi Stadion már évek óta várja a kivilágítást. Az önkormányzat még 2014-ben írt ki pályázatot a reflektorok terveinek kidolgozására, amelyet egy újvidéki cég végzett el. A terveket Szabadka Város Építési Igazgatósága vette át, és egy szabadkai cégre bízta a kivitelezést. A reflektorok alapzatának elkészítése után azonban több hibát is találtak a tervekben, és leállították az építkezést. A Városi Stadion mind a négy sarkában készült egy ilyen alapzat, melyről a munkálatok során kiderült, hogy nem elég erősek a reflektorok megtartásához. Jelenleg szünetelnek a munkálatok. A betonlapok kiöntése után a vasszerkezet megrendelésénél a műszaki ellenőr hibát talált a terv dokumentációban, és leállította az építkezést. Szakvéleményt kértek, meg is kapták, és tényleg problémák vannak, tehát a tehet nem tudnának elviselni ezek a tartók, és
Ez miatt egy tervmódosításra került sor, amit a stadion közvetlenül kértek meg, hogy kifizesse. Ez olyan 500.000 dinárba került nekünk, mi kis fizettük, abban a reményben, hogy minél gyorsabban megint elkezdődjenek a munkálatok. A munkálatokat nem kell teljesen újra kezdeni. Az eddigi információk szerint az elkészült alapzatokat fogják megerősíteni. A felhasznált anyagok költségeinek becslése jelenleg folyamatban van. Az új közbeszerzés kiírására márciusban kerül sor, ezért várhatóan csak nyár közepére készülnek el az acéloszlopok. Át kellett terveztetnünk a tervdokumentációt, és hát mivel hogy akkor a meglévő tervdokumentáció alapján nem lehetett folytatni az építkezést a műszaki ellenőr leállította. Na most ebből kifolyólag bontani kell a szerződést, a már megkötött szerződést, az elvégzett munkákat ki kell fizetni, ez az alapok elkészültek, ugye, meg lett vásárolva az anyag a régi terv szerint, és akkor ezt is ki kell fizetni a kivitelezőnek. A reflektorok kiépítésének értéke körülbelül 30-35 millió dinár. Az ehhez szükséges eszközökre a város 25 millió dinárt biztosított. Maglai Jenő Szabadka polgármestere decemberben szerb nyelven tájékoztatta a sajtót a városi stadion kivilágításának helyzetéről. Sad ćemo da tužimo firmu koja je projektovala stubove, tužit ćemo i spojnu kontrolu, nažalost koju je prošla, ta je projektna dokumentacija. Ali oni su bili najjeftiniji na javnoj nabavci i oni njima smo morali da damo faktički projektovanje tog kompleksa. A reflektorok áramellátása még több költséget jelent, emellett azokat az izzókat is be kell szerelni, amelyeket a Szerb Labdarúgó Szövetség ajándékozott. Dusan Vujović lesz a megbízott védelmi miniszter, amíg meg nem választják az új kormánytagot. Vujovićot, aki jelenleg Szerbia pénzügyminisztere, Alekszandar Vučić miniszterelnök bízta meg a védelmi tárca vezetésével. Dusan Vujović Bratislav Gašićot váltja a poszton. Az eddigi miniszternek a közfelháborodást keltő kijelentése miatt kell távoznia. Ez az az ominózus mondat, amellyel Bratislav Gašić szerb védelmi miniszter megsértette a B92 televízió újságírónőjét. Alekszandar Vučić miniszterelnök tavaly december 7-én azt mondta, hogy emiatt nem maradhat tovább miniszter. Majdnem két hónap telt el azóta. A szerb kormányfő szombaton írta alá a menesztéséről szóló javaslatot. Szerbia miniszterelnöke a parlament elé is beterjeszti a tárcavezető leváltásáról szóló dokumentumot. Február 5-ére rendkívüli parlamenti ülést kérvényezett, amelyen szintén ez lesz a téma. Gašić 2014 áprilisa óta volt védelmi miniszter. Nem reči, ko mi mogo da iskažem izvinjenje za moje ponašanje. Izvinio sam se lično gospođi Cilabović. Naravno, razumem da ono što sam rekao nije uvredilo samo nju, već uvredilo i mnoge građane Srbije, pre svega žene. Zbog toga bih vas zamolio za oproštaj. Fogalmazott a történteket követően Bratislav Gašić, kijelentése azonban közfelháborodást keltett. Szerbia több városában is tiltakoztak az újságírók. Nem térdelünk, ne védjék a primitív minisztereket. Ilyen és ehhez hasonló transzparensekkel fejezték ki nem tetszésüket. Alekszandar Vučić szintén szombaton írta alá Dusan Vujović felhatalmazását. Vujović 2014. augusztusa óta Szerbia pénzügyminisztere. Most átmenetileg az ország védelmi tárcáját is ő vezeti, de csak néhány napig. A miniszterelnök pénteken úgy fogalmazott, a menesztést követően 15 napon belül megválasztják az új védelmi minisztert. A szocialisták és a haladók nem ellenfelek, hanem stratégiai partnerek a modern Szerbia létrehozásában, ezért a választások után is együttműködnek, nyilatkozta Ivica Dačić, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke. A két párt szerinte a voksolás után is együtt dolgozik a kormányban. A szocialisták a baloldalhoz tartoznak, a versenytársaik is azon az oldalon vannak, tette hozzá Dačić. A haladóknak más a szavazóbázisuk, vagyis a két párt egymásnak nem ellenfele, de a céljai ugyanazok, hangsúlyozta a szocialisták elnöke.
500 000 eurót ajándékoz Szerbia a szíriai gyerekeknek. A 500 000 eurót már elkülönítette a kormány, és a donátori konferenciát követően az UNICEF-en keresztül jutatják el a közel-keleti gyerekekhez. A konferenciát február 4-én tartják Londonban, amelyre Alexander Vučić szerb miniszterelnök is meghívást kapott. A találkozó kiemelt témája a migránsválság lesz. Az eseményen az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és Kína államfője is részt vesz. Folytatják a sztrájkot a görög tengerészek. Migránsok ezrei rekedtek emiatt a szigeteken. Ettől függetlenül idén sem várható a menekült hullám jelentős csillapodása, a Frontex vezetője szerint. Az uniós országok közül viszont többen is szigorítottak menekült politikájukon. Svédország után Finnország is a kitoloncolásról döntött több tízezer migráns esetében. Lesbos szigetén 4500 illegális bevándorló várakozik arra, hogy Atén, majd Macedónia felé folytathassa útját. Mindez azért, mert a tengerészek a nyugdíjrendszer reformja ellen küzdenek. Görögországnak 1 milliárd 800 millió eurót kell spórolnia a nyugdíjakon a 3 éves segélycsomagért cserébe. Emiatt több szervezet is sztrájkol és tiltakozik. Az ENSZ adatai szerint januárban naponta 1900 személy érkezett a görög szigetekre Törökország felől, vagyis összesen mintegy 50 ezeren. Az uniós adatok szerint az érkezők kevesebb, mint 40%-a szíriai. Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint csak a szíriai diplomácia győzheti le az iszlám állam terrorszervezetet. I do not see a future EU military intervention in Syria or in Iraq. I said this several times, the European Union is having a role, a crucial one, on Syria and the fight against Daesh on two tracks. One is the humanitarian assistance we give inside Syria and around Syria, and second is the support and the facilitation we are providing for the political talks to try to solve the crisis in Syria. A Frontex vezetője szerint, amíg folytatódik a vérengzés Szíriában, jönni fognak a migránsok, és szerinte már az is nagy eredmény lenne, ha sikerülne az érkezők számát stabilizálni a jelenlegi napi 2-3 ezres szinten. Ez azt jelenteni, hogy az idén 1 millióan kelnének át Törökországból az Unióba, mondta. Közben az északi államok sorra szigorítanak. Dániában az új törvény szerint a hatóságok elkobozhatják az 1340 eurót meghaladó készpénzt és az ennél nagyobb értékű vagyontárgyakat, hogy a migránsok ezzel is hozzájáruljanak elszállásolásuk költségeihez. Svédország 80 ezer menedékkérőt utasít ki az országból. Arra is készek, hogy bérelt repülőgépekkel szállítsák vissza a menekülteket hazájukba. Finnország is bejelentette, hogy 20 ezer menedékkérő kitoloncolását tervezi, vagyis a menedékkérelmek 60%-át el fogják utasítani. Németországban pedig egyre gyakoribbak a menekült szállások elleni támadások. 2014-hez képest tavaly 5-ször több, mint egy 1000 atrocitás történt. Legutóbb pénteken kézigránátot hajítottak egy menekült szállásra, csak a szerencsém múlt, hogy nem robbant fel. Csak szombat délelőtt 33 menekült fulladt az égei tengerbe. A görögországi Lesbos szigetre próbáltak eljutni Törökországból, amikor a hajójuk elsüllyedt. Az áldozatok közül 5-en gyerekek. A török parti őrségnek eddig csupán 75 embert sikerült kimenteni a hullámokból. Sokan eltűntek, még kutatnak utánuk. A menekültek zömében afgánok, szíriaiak és mianmáriak voltak. Idén eddig 218-an vesztették életüket az égei tengeren, tavaly pedig több mint 3000-en. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Díszoklevelet vehettek át a Közszolgálati Média Akadémia Alapítvány szakirányú továbbképzésének végzős hallgatói pénteken Budapesten. Teltházas bulival fejeződtek a Save the Kids jótékonysági rendezvény eseményei. Díszoklevelet vehettek át a Közszolgálati Média Akadémia Alapítvány szakirányú továbbképzésének végzős hallgatói pénteken Budapesten. A Magyar Rádió székházában a Pannoner TV két munkatársa, Brasnyó Zoltán és Szakál Boglárka is átvehette diplomáját. A Magyar Rádió gyermekkórusának fellépésével kezdődött a Közszolgálati Média Akadémia Alapítvány szakirányú továbbképzésének diplomaosztója Budapesten. A friss diplomások között ott volt a Pannon Rádió főszerkesztő helyettese Brasnyó Zoltán, valamint Szakál Boglárka, a Vajdasági Médiaház budapesti tudósítója is.
Szerintem az a nagyon fontos, tehát mondjuk akik a Pannontól jöttünk, hogy az otthoni médiát valamilyen szinten még magasabb szintre tudjuk emelni. Szerintem ez nagyon fontos lenni, és remélem, hogy ezzel a képzéssel is hozzá tudunk majd járulni ennek a sikeréhez. Nagyon sok új információval gazdagodtam, sok érdekességet tanultam, úgyhogy most egy év után úgy érzem, hogy megérte ezt a képzést végigjárni. Mind gyakorlati, mind elméleti szempontból nagyon sok újdonságot hallottam, sok újdonságot tapasztaltam, és emellett jó tanácsokkal is elláttak a tanárok, valami sok olyan szakirodalmat is sikerült beszereznem a képzésnek köszönhetően, amelyet aztán később használhatok, és remélem, hogy ezt a tudást majd továbbadom. Az oklevél megszerzése többeknek új pályakezdésre nyújt lehetőséget. Szerintem ez egy nagyon jó képzés volt, nehéz volt elvégezni, de tartalmas, és remélem, hogy a jövőben a médiában tudok elhelyezkedni. Vaszili Miklós, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap megbízott vezérigazgatója úgy véli, hogy a kezdeti nehézségek után a közmédia kezd formába lendülni, amelynek alapján határozottan lép előre. Ezekhez a feladatokhoz olyan típusú szakemberekre van szükség, mint a Média Akadémia frissen végzett hallgatói. Azt gondolom, hogy ez a jövő számára mindenkinek egy hasznos tudás, a közmédia, a magyar közmédia számára pedig nélkülözhetetlen, hogy olyan képességű fiatalok csatlakozzanak hozzánk, amelyek értik és használják a modern média eszköztárát, úgy, ahogy az a jelenkor igényeinek megfelelő. Gazsó L. Ferenc az MTI igazgatója, valamint a Közszolgálati Média Akadémia Alapítvány kuratóriumának tagja úgy fogalmazott, hogy az ünnepségen a jövő újságíró generációjának tagjait köszönthetik. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közösen immár 5. éve multimédiás szerkesztőket képzünk. Emögött a bűvszó mögött valójában az van, hogy minden média platformon, tehát televízióban, rádióban, most már azt hiszem az interneten, tehát online portálon, és a Nemzeti Hírügynökségnél is bevethető, alkalmas szerkesztők kerülnek ki, és kaptak éppen ma friss diplomát. Nagy dolog. A Magyar Rádió márvány termében 19 hallgató vehette át díszoklevelét. Teofil Páncsics kapta a Vajdasági Független Újságírók Egyesületének elismerését. A szervezet tegnap ünnepelte megalakulásának 26. évfordulóját, ebből az alkalomból osztották ki az elismerést. Teofil Páncsics nem is újságíró, hanem újságot író, bátor, megalkuvást nem ismerő ember, példakép a jövő újságíró generációi előtt indokolták meg döntésüket. A Vajdasági Független Újságírók Egyesülete munkájának kezdetét a Szlobodan Milosevic elleni küzdelem fémjelezte, de továbbra is nyílt kérdés maradt számára, hogy megváltozott-e a hatalom viszonyulása az újságírók iránt, mert ahogyan a szervezet elnöke fogalmaz, fennállásuk óta a legtöbb fenyegetést a tavalyi évben kapták. Hamarosan a Szabadkai Kórház falait messzelik majd a Vajdasági Ifjúsági Fórum tagjai. Tegnap este teltházas bulival fejeződtek a Save the Kids jótékonysági eseményei. 9. alkalommal szervezték meg az eseményt, ahol szabadkai lemezlovasok léptek fel. A belépőkből befolyt összeget a Szabadkai Közkórház gyermeksebészeti osztályának ajánlják fel. Folyamatosan érkeztek a bulizni vágyók. Évről évre többen látogatnak el a Save the Kids bulikra. A fiatalok nem csak szórakoznak, hanem gyerekeken is segítenek. Minden évben jövök, szeretek jótékonykodni. Az eddigi években a Szabadkai Kolevka gyermekotthont támogatták. Idén azonban a Szabadkai Kórháznak adják a belépőkből befolyt összeget. Idén a Szabadkai gyermeksebészeti osztályának jutatjuk majd el, ahol a MIFO aktivistái fognak majd jeleskedni, mivel hogy messzelnünk kell egy-két szobátot, valamint a pénzből pedig faanyagot fogunk vásárolni, és akkor van egy asztalos műhely, akik ingyenesen meg fogják majd csinálni a bútorozatot majd, és akkor azt fogjuk eljuttatni. Két színpadon több mint 20 szabadkai lemezlovas lépett fel. Nikola Zoraje 16 éve pörgeti a lemezeket, és már a kezdetek óta részt vesz a Save the Kids szervezésében. Amellett, hogy zenél a jótékonysági bulin, ő kéri fel a többi lemezlovast is arra, hogy fellépésével járuljon hozzá a jó hangulathoz.
Hogy augusztus, szeptember, októberben elkezdjük az egész szervezést, hogy időben készen legyenek a reklámanyagok, a nyomtatott reklámok, és akkor kezdem körbe kérdezgetni a helyi DJ-ket, főleg, ahogy ti is látjátok, csak szabadkaiak szoktak zenélni. A Save the Kids buli hiánypótló. Szabadkán ugyanis itt lehet a legtöbb underground zenét játszó DJ-t megismerni. A buli a fellépők számára is nagy lehetőség arra, hogy megmutassák tudásukat. Ma este rendezik az Eurovíziós Dalfesztivál magyar versenyének második elődöntőjét. A mai dal című showban 10 előadó lesz látható-hallható, közülük 6 jut a középdöntőbe. Ezen az esten az extra produkció az Ocsó Macsó lesz. A dal harmadik elődöntőjét február 6-án rendezik. A 3 elődöntőből összesen 18 kerül a középdöntőkbe, ahonnan 8 jut a február 27-i döntőbe. A döntő 8 dala közül 4-et juttat tovább a zsűri, végül a nézők döntik el, ki képviselje Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon május 10-e és 14-e között a svéd fővárosban, Stockholmban. Szavazni és pontozni ingyenesen lehet a DAL 2016 applikációval és a verseny honlapján. Emellett SMS-ben is lehetőség van voksolni a produkciók elhangzása alatt 1-től 10 pontig. Serena Williams elbukta az Australian Open döntőjét. A 21-szeres Grand Slam bajnok világelső amerikai teniszezőnőt a német Angelika Kerber 6-4-3-6-6-4 arányban fektette két vára. Kudarcnak nevezhető vereségét követően Serena Williamsnek továbbra is várnia kell arra, hogy a Grand Slam győztesek örök ranglistáján utolérje az egykori világklasszis német Steffi Grafot, aki karrierje során 22 egyéni győzelmet aratott. Angelika Kerbert megelőzően német teniszezőnő korábban 17 évvel ezelőtt tudott Grand Slam tornát nyerni, aki egyébként szintén Steffi Graf volt. Folytatják kiváló szereplésüket a Crvena Zvezda kosárlabdázói az Euroliga top 16-os fázisában. A Real, a Himki, a Bayern és az Unikája után az orosz Lokomotív Kubán együttese is vereséget szenvedett a Pionier sportcsarnokban, miután a piros-fehérek az 5. forduló keretében 80-66 arányban diadalmaskodtak orosz ellenfelükkel szemben. A Crvena Zvezda jelenleg a Fenerbahce és az Efes mögött a táblázat 3. helyén áll. A következő fordulóban a belgrádiak a török Darufeseke otthonába utaznak. Drámai csatában nyertek 3-2-re az Užice Jedinstvo ellen a Spartakusz röplabdázó női a Superliga 13. fordulójának mérkőzésén. A hazaiak sokkal nehezebben jutottak a bajnoki pontokhoz, mint ahogy arra számítani lehetett a táblázat utolsó előtti helyén szerénykedő vendégcsapat ellen. A kék galambok sehogy sem találták a játék ritmusát, hibát hibára halmoztak, és az első 3 játszma után az užicei vendégek voltak szettölönyben. A hazaiak játéka a 4. játszmára állt össze. A leütések egyre pontosabbakká váltak, és 3 szett pihenő után a sánc is felé lett. Az 5. játszma elején a hazaiak 3 pontos előnyre tettek szert, így ha nehezen is, de hozták a kötelező győzelmet. A szabadkai együttes 24 ponttal 4. a tabellán. Taroltak a tekések az év sportolója választáson Óbecsén, ugyanis a község legjobb sportolója és sportolónője, valamint a legjobb női csapat is a tekézők közül került ki. A fiúk között Molnár Sebastian a Becsei Teke Klub párosban világbajnok tagja lett a legjobb, Lukács Hermina pedig a Bársföldvári Vojvodina Teke Klub színeiben remekelt a tavalyi kadét világbajnokságon, egyéniben és vegyes párosban arany, csapatban ezüst és kombinációban bronzérmet nyert. Ez egy nagyon jó érzés, és egy nagyon nagy siker nekem ilyen fiatal személynek. Nagyon sok munkát fektettem ebbe, de ez mind meghozta a gyümölcsét, és remélem, hogy ugyanígy tudom folytatni a továbbiakban is. A legjobb női csapattal is a Vojvodina Teke Klub büszkélkedhet. Milan Katyanszki 25 éve edzője ennek a klubnak, amely az utóbbi időben a fennmaradásáért küzd. Mogom reci, da su momci i devojke u još nekom da ne kažem većem i na to još više treniraju, iako je bilo i hladno i bez ove struje, neki dodatni motiv je to da se postignu što bolje rezultati, kažem, iako smo u tim problemama što normalne ekipe nemaju. Lukács Hermina Szabadkán folytatja tanulmányait.
ezért jelenleg a szabadkai Pionír csapatát erősíti, amellyel országos bajnokságot nyert. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Még az első fél évben megkapják a pénzt a külhoni fiatal magyar vállalkozók program nyertesei. Ideiglenesen Dusan Vujovic pénzügyminisztert nevezik ki védelmi miniszternek. Február elején véglegesen meneszthetik Gašićot. 500 ezer eurót ajándékoz Szerbia a szíriai gyerekeknek. Sztrájkolnak a görög tengerészek, migránsok ezrei rekedtek emiatt a szigeteken. Hamarosan kezdődik a Természetvédelem határok nélkül című műsorunk, amelyet fél hétkor a Pont.eu követ az Európai Unió hétköznapjairól. 19 órakor körkép, majd fél 8-kor mesél a Pannon. 20 órakor kezdődő híradónk után fél 9-től a Budapest Acoustic Band koncertjét láthatják. Ma is megéri velünk maradni, további szép napot, viszontlátásra!